verletzt. Sperre, komm voll, Vollgas. Ja, genau. Megazoljál, ne izadjon a kezed. Legyél laza, legyél nyugodt, legyél faszad. Aludhattam volna hétig. Én felkeltem 5 órakor, azért, hogy itt legyek. január 1-je van, reggel 9 óra, nagy halász. Az előbb megszakadt a felvétel, természetesen ahogy megfogadtam, az 31-én, ma teljesítettem a 6 kilométeremet kora reggel, most pedig itt vagyok Tokajban, és aki még nem járt itt a hegylábánál, a Bodrog és a Tisza találkozása látható ezen a részen, én pedig párommal éppen tartok ki Szlovákiába. No és akkor meg is érkeztünk Szlovákiába, ő lenne az a Sasa, akit fogunk ma kamerázni és be fogunk nektek mutatni. Sziasztok! Elérkeztünk 2017 első kamionos videójához. A nulladik rész ugye arról szólt, hogy beutaztam ide Dornbirnba, vagy kiutaztam ide Dornbirnba a munkahelyemre. Nem egy egyszerű manőver volt, hiszen rekordot döntöttem, 16 óra vezetési időbe sikeresen kiérkeztem. Na most viszont az egyik legfontosabb mondani való, ugye nagyon sokan kíváncsiak vagytok, vagy érdekel benneteket ez a téli vezetés. Hát kijöttem erre, leszakadt az ég, hogy lehet havat takarítani. Na de, mit tudsz tenni ilyenkor? Ott van a tetőn a hó, hogy mész ki? Hát most a jégtáblát fognak itt lefelé zuhanni az emberekre, a gyalogosokra, stb. Fogjuk csinálni a károkat? Nem. Erről viszont most nem tennék ide nektek be videót, megmutatom, hogy nálunk hogyan takarítják, és a videó alatti, vagy videó alatt ugye a videótartalomnál találtok egy linket, ott bemutatom nektek ezt. Innen most mi egyébként mehetünk fel egy 9 órás vezetésbe. Baromi jó fúvóra kezdünk azzal az izgalmas rámpára állással, amit szított mindenki, és mindenki feltette a kérdést, hogy a jó édes anyjába tud valaki ilyen rámpát készíteni. Hát akkor oda kész. Milyen érzés egyébként ilyenkor visszajönni, ha ezt kérdeznéd? Figyelj, én iszonyat fanatikus vagyok, tehát annyira, hogy is mondjam neked, életem részévé vált a kamionozás, hogy nekem az a normál, hogy én itt vagyok. Itt vagyok, magamban vagyok. Most azt, hogy az utóbbi 2 évben most beszélek így egy önmagamban egy kamerához, vagy kamera, igen, mögöttem van, tehát érted, de alapból én ezt annyira megszoktam. Hajtott így az egész lét, hogy haladjunk előre az életben, az, hogy feladtam odahaza mindent, ott hagytam a családot, és bármennyire hülyén hangzik, mindent meg lehet szokni. Szóval ezt a kamionozást egyébként csak ilyeneknek ajánlom, aki, hát egy nagyon kényszerből akarod ezt csinálni, hát ez egy gyötrelem lesz, tehát egyfolytában a családodon jár az agyad, meg a gyerekem, meg mit tudom én mint. Ezt egyszerűen, ezzel az egész szarával, a rossz napokkal, a fagyos idővel, a napsütéssel, a tengerparttal, ezzel minden együtt szeretni kell. Megérkezve a határa, Öbranchoz, kontroll van, ugye ilyenkor ki kell menni, ellenézd, 200 euró, hogyha elmész mellette. Hát ilyenkor mi alapján választanak, nem tudom. Minket nem nagyon szoktak csesztetni a helybéli cég. Én ahogy néztem egyébként általában románokat. Ezek szoktak ki lenni, olasz, román.
Már általában kettő az majdnem, hogy egyek szoktak lenni már, mint hogy ugye nagyon sok román dolgozik ott. Aha, na ez ki is inti, napira egy német látod. Hát most aki van lehet, hogy előttem jött. Ja igen, persze a szabadságos papír, ugye azt kértünk, tehát az valahol azt elfelejtettem mondani, tehát az nagyon fontos, ilyenkor meg figyelj, nem látunk, nem hallottunk, már megyünk is. Nem kell kivárni, hogy... Mert van ilyen, aki leáll és akkor várja, hogy most a rendőr innek. Ilyen, ne kell, ne foglalkozz vele, hát ne, úgy szól az neked, hogyha meg kell álljál. Mi van olyankor, hogyha például olyan fáradt vagy, hogy nem bírod? Hát figyelj, ez a kamionozásban egyfajta szabadságérzés, mert azért ez nem jelenti azt, hogy ezt így bármikor te megteheted, de tényleg benne van ez az érzés. Tényleg az, lefekszel és alszol. Bám. Az. Egyébként mióta itt vagyok a Transkónán, azt szerintem én még nem feküdtem így le. Na most lefogom. De most félreállok, 1 óra 16 perc. Figyelj, hát figyelj, fáradt vagyok. Amit mondjuk nem tehetsz meg egy gyári melónál, azt itt megteheted. Szépen berántjuk a függönyt, bekapcsoljuk a fűtést. El ne aludjál, volt olyan kollégám, aki elaludt, azért mondjuk úgy kemény. Mert azért azt észreveszik, hogy te itt állsz 3 órája, azért így nem illik. Hát figyelj, tényleg veszedelmesen fáradt vagyok. Ez a 3 óra, hát én sem vagyok robot, ez kevés volt. Hamarosan megérkezek a cégemhez, és a parkolókeresés, ezt fogom most nektek bemutatni röviden, honnan tudom, hogy van itt parkoló, avagy hol van itt WC, figyelj! Nagyon egyszerű ez a parkolókeresés, be fogom nektek ezt mutatni majd egy külön videóban. A műhold képet, hogyha itt most megnézed, akkor láthatod, hogy van egy Kaufland a közelben, ami azt hiszem 10-ig van nyitva, 10 óráig van WC, reggel nyit, mint a 8 órakor, addigra meg már a cégnél kell lenni, úgyhogy reggel 6 órakor meg tudsz venni, általában este meg én nem tudom, én nem szoktam szaladgálni a WC-re. Tehát ezt így tudod. Vagy ugye, hogy a kinézett benzinkutat ugyancsak műholdas képen, és van benzinkut a közelben, pofon egyszerű, srácok. Ilyen egyszerűen működik. Látod, hogy állnak autók az út szélén, ó, hát akkor lehet állni. Ha nappal ott állt, ugye ne lakóházak előtt álljanak, cégek előtt álljanak, és kész, ennyi. Oda mész, egész nyugodtan, persze te oda mehetsz így, hogy te neked itt semmi keresni való, persze, hogy ne, egész nyugodtan, hát nem, nincs itt kitiltva a kamion sehonnan, tehát egész nyugodtan menjél, jó? Aztán, na most ez az alváshoz visszatérve, figyelj, hát tényleg ez a jó ebben a szakmában, hogy megteheted. Na most sokan egyébként meg is teszik, vannak cégek, ahol azt mondom tényleg nagyon-nagyon feszített és nincsen héderlés, nálunk is ilyen a helyzet, de ez nem azt jelenti, hogy például egy héten legalább egyszer ne lenne olyan, hogy itt szutykoljuk az időt. Figyelj, van minden cégnél, csak én ahogy elnéztem egyébként más sofőröket, persze szíve joga úgy csinál, hogy akarja, sóhajtoznak. Tehát ül, és ugye ezt mondtam már nektek például, hogy volt, hogy elmentem futni egy tízest, a csávó szívta a cigit. Szerintem ugyanott ült, és még mindig szívta a cigit. De valahogy így néz ki a fejéből. Jó van, az hát semmi gond. Van, aki így, ahogy én beszélgetek, tudod, így veletek, akár az, hogy egy fiú, és elmondja, hogy ó, bár az apja is így jön, de hát, és kérdezem, hogy mi a baj. És az, hogy nem érdekli semmi. Tehát nem nyitott az ember, ahogy mondtam, hogy nyiss a világ felé. Tehát kezdj el gitározni. Látod, meg lehet. Kezdj el futni, kezdj el görkorcsázni, kezdj el biciklizni, kezdj el mitől sakkozni. Mit tudom én? Annyi minden van a világon, hozhatod az Xboxodat. Hát most legtöbben persze DVD-znek, érted? Hát annyi hobbi. Építs makettet, hozzá magaddal egy drónt, aztán reptesd, vagy mit töröm én, játsszál hajóval. Vagy játsszál magaddal. Most ez nekem teljesen mindegy. Érted? Ezt lekapcsolom, jól megy egy kicsit, hogy lássak is. Tehát ez az, hogy mennyire tudod magad feltalálni. Nézzétek meg nekem, már mennyi hobbim van. Hát nem győzök velem már mit kezdeni. Nincs, nekem nem az, hogy plusz időm van, mert tehát így belegondolok, hogy itt most megállok, és gondold el, van egy 12 órás pihenőm. Mondjuk nem nézek tévét, de nem érdekelnek a filmek sem, mert nem érdekel semmi. Hát, ne hülyeskedj, hát akkor mi nézem a plafont. Hát az úgy nem, az figyelj, az úgy elhiszem, hogy mocskos, azt mondjuk, hogy mocskos szar az egész, az úgy nem. Tehát ez muszáj valamit itt találnod, hogy legyen elmolyolás, elkülönben belehűlsz. Ki jössz? Mit mondtam Kaufland? Ott van. Na honnan tudtam? Na hát ez az, látod. Ránézel és tudod. És úgy mész oda egy helyre, hogy tudod, hogy ahova te mész, ott van parkoló. Elmondom azt is, hogy kinéztem egy céget, vagy nem is céget, nem is tudom, mintha be lenne zárva, és bent ott állt egy kamion. De egyébként van több helyen is itt parkoló. Egész pontosan itt. A Zeppelin Strasséra jövök.
tudok most bevásárolni. Itt vannak az autók az útszélén, ezt látod este a Google-ön, érted? Most ők most egy pont ők itt állnak, tehát ezek nem mentek el. Na most a Kauflandnak is bemehetnék például a parkolójába, de én nem oda akarok menni, gyertek, megmutatom. Mit figyeltem ki, aztán itt élőben meg kiderül, hogy mennyire valós a dolog. Ugye ez az, hogy mennyire erőlteted meg a szemed, mert látod például ezt is te, ezt a sávot parkolónak fogod látni. De nem, neked ezt kell figyeld ki, ahol állnak az autók, ott van a parkoló. Ez egy buszmegálló, ez is buszmegálló, ide már megállhatni, nézd csak, itt van a hely, ennyi. Már van is hely. Megerőltetted magad? Nem. De itt én bekanyarodok itt balra. Ezek a táblák, figyelj, ipari parkban ne ijedjél meg. Ez azért van kitéve, hogy ne dobáld le mindenhova, minden hülye helyre. Na most itt a sötétnek tűnhet, ott egy médiumák is. Na, nagyon jó. Lehet, hogy látod, és akkor rögtön mehetsz csavarokba. Itt is áll, nem esett, és állnak a kamionok. Hát ott, ott van a bel. Ezt figyeltem ki, ezt a helyet. Ott állnak, ahol állnak. Hát akkor ennyi. Vágod. Semmi keresni valód. Menjünk be. Persze, hát kifigyeld. És itt a WC, át kell sétálni a másik oldalra. Ide is megállhatsz, egész nyugodtan végigállhatsz. Na, megnézzük ezt a helyet, ha már ezt figyeltem ki. Olyan kis csendesnek tűnt. Hát én azt hittem, az egy ilyen valami zár. Figyelj, kiülni jövő privát nincs. Hát akkor mi mitől félsz? Gyere, gyere, egész nyugodtan, tessék nyugodtan be, hogy vigyázz meg. Jó, én nagyon remélem, hogy tudhattak ezzel segíteni ezekkel a helyekkel. Én annyit szoktam még kinézni, hát, hogy legyen egy ilyen bokor is, vagy legalább pislantani itt az aszfalton, érted? Itt azért mégis ilyen szép vásabb, esetleg elmosogatni, ugye? És megértem. Meg is volt az éjszakai pihenő, úgyhogy mehetünk a lerakóra, és mint látható, nem zargatott itt senki. Egy kamion egyébként, ha jól láttam, még mindig mögöttem van. Ilyenkor kérdezzetek, mi ez a csipogás? Nemes egyszerűség az, hogy még nincs bekötve a biztonsági öv, mert még nem döntöttem el, hogy fogok-e extra felvételt készíteni, hogy kisétálni és egy kamerát kitenni. Van még 20 percem, hogy odaérjek a céghez, ami egyébként 1 kilométerre található. Lássuk akkor ezt az 1 kilométerre szakaszt. A következő kérdésetek, hogy mennyire vannak itt migránsok? A srácok, hidd el, hogy bemutatnám, ha itt szaladgálnának, vagy kergetnének, vagy olyan, csinálnának, hát blogger vagyok. Most nem azt mondom, hogy hírhajház, de hogyha lennének, egy azonnal bekapcsolnám, hogy kutyának mennék, de nincsen. Nem tudom, nagyon eldugta a német ennek szakértő egyégi eldugni a dolgokat. Láttam már ilyen konténer szállást, de még most sem nagyon láttam lézengeni ember. Ez nem azt jelenti, hogy nincs. Aki itt él kint egyébként Németországban, voltak igen, akik panaszkodtak. Talán a belvárosban jobban látni őket, és igen, panaszkodtak rá, hogy már félnek kimenni este, és vettek is, pont itt mind két hölgyről volt szó, és vettek is személyi autót, mert azt mondták, hogy félnek. Jó, úgyhogy ezt így ti mondtátok, én ezt nem láttam, de olyan ember mondta, akinek persze egyértelmű, hogy elhiszem, nincs olyan gond, hogy mit csinálnak, hogy hol vannak, basszolom a kérdés, semmit nem tudok, hogy a német mennyire örül neki, hát ez az, amit itt lehet, hogy a hírekben, amit ti nem hallottok, hát itt ezt a senki nem örül neki, ezt a Welcome feliratot szerintem az fejgyújtották volna a szívük szerint. Hát ez van. Na és akkor ide megjöttünk most. Ide is jöhettem volna este, de minek sokkal kényelmesebb volt ott kint, ugye WC-zés lehetőség, stb. Meg én szeretek tudni így elmenni, szinte úgymond hátra teszem a kezem és elsétálgatok a bevásárlóközpontban. Nem az, hogy vásároljak, nyiss a világ felé. Ilyen egyszerű, mindig csak ezt tudom neked mondani. Na, nézzük akkor ezt a helyet. Ide most, figyelj, az van írva, hogy darut fognak rendelni, tehát 8 órára itt kell lenni, ez nagyon fontos. Nem ez. Hát itt ez az elkerített közében szépen kiteszem így az alakadásra ezért. Jelezzem, ha. És akkor ide bejelentkezünk ennél a fókuszernek. Na, a lerakodás pedig így megy, hogy nemes egyszerűséggel alá tettek ilyen spanifert, és akkor daru van. Így szépen ki van ezzel a daruval emelgetve a pótkocsiról. Nekem annyi volt a dolgom, hogy eltolottam a tetejét, és akkor lényegében várakozó pozícióba helyeztem magam, míg a srácok szépen dolgoznak. Gyorsan megy, úgyhogy tényleg egy fél óra alatt végzek, és mehetünk a következőre.
Na hát láthatjátok, megy ez tényleg. Pikpak, nagyon-nagyon gyorsan, úgyhogy megyek kifelé, felveszem vissza az igazolványomat is. Mehetünk is a következőre, amint pedig van lehetőségem, akkor elmegyek természetesen egyet futni. Amikor kényelmesebb egy nap, akkor kell ezeket kihasználni, mert persze, amikor van 10 lerakodó, és már ott van a 11-nek a felrakó, egyértelmű, hogy nem fog az embernek tudni sikerülni, ha csak nem este, de akkor sem télen, hanem inkább nyáron. De nyáron azért mégiscsak világos van, ilyenkor elég nehéz elmennem, úgyhogy itt ilyen katonák mászkálnak, tehát majd kérdeztem Alexet, ő azt mondja, ez egy ilyen, hát egy ilyen fiatalok, több, mint az úttörők, hát nálunk odahaza ilyen a katonai szak középiskolod, hát ez így néz neki, hát végig fiatal, ezért. Én nem voltam katona, mondtam már? Hát, mert figyelj, én úgy voltam vele, hogy nem, kész. Miközben várakozok a rampán, azt mondták egyébként nagyjából 3 órószát kell várni, összeültek egy nagyon könnyed ebédet. Egy alma, 125 g áfonya és 2% zsírtartalmú görög joghurt, nagyon finom. Ezt a fajtát ajánlom egyébként, hogy nézzétek meg, idekint ezt az Aldiban lehet megvásárolni. Miután megkajáltunk és elkészül a pótkocsi, mehetünk lefelé Kassel felé, és elmegyünk egyet kocogni. Itt vagyok Kassel alatt 2 óra 21 perc vezetésben, és ott egy ipari park. Én ebben egyszer már én is ipari park, egy autó, de van ipari park is. Itt egyszer már álltam, illetőleg itt van egyébként mellett egy Edeka, azt mondtam nektek, hogy innen el tudok menni vásárolni. Na most én ide szépen kicuppanok, szerintem már tudjátok, hogy minek. Mi a jó büdös francnak, 333 kilométerre van még a lerakón, úgyhogy megállunk és tudunk egy gyors, hát figyelj, ötöst. Itt eléggé nem szeretem az ilyen hegyes környéket, már mint futás szempontjából, főleg a felkészülés előtt, de kellenek ezek is. Majd fogok ilyen hegyi részt is beletenni, amikor ilyenen edzek. Sajnos, tehát jó lenne lépcsőzni, de nincs rá lehetőség. Hol? Gyerestem már, fú, ezen a szinten nagyon levő, hogy gyengül a lépcsőzés, nagyon hamar kifáraszt, pedig az nagyon jó lenne edzésnek. Hogy hogyan tudnám megoldani másképp? Fakkal, és szerintem sem. Lépcső nélkül nehéz lépcsőzni. Úgyhogy, bár az nem azt jelenti, hogy nem lehet. Vannak ilyen, tudom, van ilyen lépcsőzőgép, meg milyen, de hát az nem olyan, az nem vesz igénybe a tüdődet, szerintem. Na most beállhatsz belülre, meg állhatsz kívülre. Én most beállok. Egy óra általában ingyenes, annyi dolgot nem fog végezni, most több mindig fogok fizetni, elvileg 1 eurót. Mindjárt meglátjuk. Test und der Frei. Mi a díjszabás, nézzük? Mondjuk azért ilyen 8 eurót meg ilyeneket nem akarok kifizetni, azt mondja nullát, az meg 7 euró. Scheiss. Akkor bemelegítünk és elmegyünk oda le. Csavarunk egy szép 6-ost, utána akkor megyünk tovább, úgyhogy nincs idő tényleg semmi bohózkodásra. Kaja már egyébként volt, ugye most diéta van. Ott a távolban a kukák felett, amíg látjátok, ott egy híd, na odáig akkor szambázzunk el, azt szerintem oda-vissza körülbelül egy 5-ös, van benne egy kis lejtő, a napofázunk már nincs erre idő, 14:46, gyorsan áll, öltözök és mehetünk. Hideg van-e? Mondom nektek, hát figyelj, szél nem fúj, úgy látom, az a jó, de 3 fok van, úgyhogy nincs veszély. Vaskodom a 30 km szelem, és elhagytam azt a hidat, ami mögöttem van, azt mondtam nektek, hogy nagyjából odáig, kicsit tovább jövünk. Nagyon kellemes egyébként, az agyad ilyenkor teljesen kikapcsol. Felfrissülsz, megújulsz, erős leszel, laza leszel, és nekünk ez kell. Az, hogy bírjuk a hétköznapokat. A futás erre jó. Ellazít. Na, régen mutattam be nektek ilyen zuhanyzót. Itt egy WC, itt a sofőröknek itt vannak a mosdók, és akkor van 5 zuhanyzó, az egy autó hoffos itt Kassel alatt, és akkor ez így néz ki. Vissza is nézünk, jó meleg van. Futóruhában, igen. És akkor így van, zuhanyzó, és lehet csobbanni. És ez a zuhanyzó most itt 3 euróba került, tehát ma már ez az átlag, tehát jön 1000 forint egy zuhanyzás. 20 óra 13 perc van, úgyhogy 13 perc, ennyivel számoltam el magam, vagy legyen 15, és megérkeztünk a cégünkhöz. Be kell jelentkezni, leadom a pótkocsit. Ugye a futás óta nem álltam, mert kicsit egyébként szokott fájni a baltér, de ilyen jó érzés egyébként egy picit megállni, nyújtani egyet, és utána mész tovább, megiszol egy kávét, vagy valami, én ilyen kavarós kávét iszok csak.
majd bejelentkezünk, nem kell semmi extra. Meg volt ez is, úgyhogy ledobtam a szekeret, 4 óra 9 percben vagyunk, 20 óra 38 perc van. Időjárás, havazik, nagyon jó, na menjünk, akkor keresünk egy parkolót. Hát figyelj, azt tudom csinálni, hogy beállok, vagy ide beállok a Daxelnek a parkolójába. Hát ő ki tud tolatni, meg ki tudok menni előre, ilyen egyszerű traktorral, ilyen ugye személyautóra tudsz mindenfelé menni. Na és akkor látjátok, tehát ez volt a második nap. Semmi extra, tényleg A-ból B-be elgurultunk, héderelhetünk, kivezettük a munkaidőnket, vagy kidolgoztuk a munkaidőnket. Volt benne héderelés, volt benne futás, edzés, volt itt minden. Na itt vagyunk Ábelnél is a Szegen, és megkoztuk neki a nyeremény kamerát, tehát ez a fiatalember, aki megnyerte ezt a kamerát, úgyhogy Ábel, akkor fogad ezt szeretettel. Köszön. Használd sok sikerrel, egészséggel. Köszön. És használd a többi terméket és a kusztrakét is. Jó. Sokáig, úgyhogy na srácok, ennyi lett volna a kamera átvétel, nekem pedig most menni kell haza, mert tényleg reggel óta úton vagyok, úgyhogy majd holnap folytatom a vlogolást. Jó reggelt, na hívott a cég reggel 6 óra 19 perc van, mínusz fél fok, vagy mínusz 1,5 fok, és mehetek be egy pótkocsért, megyünk le a céghez. Na most ugye van ez a kategória, amikor utol érsz egy sort, hát figyelj, mindig attól függ ugye, hogy mennyivel éred őket utol. Lassan mennek, úgy látom, két autószállítós megy előtt, tehát nézzetek egy sávváltást, időben kezded, nincs mögöttünk senki, jó, egyik kerék átjött, szép lassan átteszed, tehát nem ráncigálod a kormányt, így. És át is jöttünk. Egyenesen maradunk, ilyenkor mi is végezünk. Tehát figyelsz mindenkire! Ilyenkor nagyon fontos, nehogy eléd jöjjön, nehogy eléd forduljon, meg tudj mindig állni. Követési távolságot fokozottan tartod, 70-nel megyünk, rögtön be is lassultunk, mindenkinél tartjuk. Nehogy elnézzel, nehogy kijöjjön, és így tovább. Kattogjon az agyad. Ezért vagy te nagy, ezért lennél te az utak királya, hogy te gondolkodol mind a 28 helyet. Aki nem, azok nem tartják a követési távolságot, mennek egymás picsájába, és a vége az, hogy agyatlanul mennek bele a másik, ezek másikba. Ezek a fogom a kormány alapon, ilyenkor megint nézed, hogyha húzódnia kell, látod, hogy fékez, jó, akkor jövünk be. Gondold végig, mik történhetnek, jön fel a pályára, már befordul, hogy mit csinálsz? Ugye? Reagáljál, előre gondolkodjál. Ettől vagy igazán király, amikor mindenki helyet tudsz gondolkodni és javítani tudod. Csapkodhatjuk, megvárjuk, nem előz, nem gyorsul tovább, jó? 85-tel gurulunk. Tehát szépen, látod, nem ráncigáljuk a kormányt, megy. Nekem volt egyébként régen Skandináviában elég folyamatosan rugdost el magát az autó, semmi. Tehát nem, nincs belőle úgy komolyabb probléma. Ha ilyen kicsi a sebességkülönbség, nem szoktam előzni, hát most majd belekezdtünk, így megyünk. Volt, aki kérdezte, milyen ez például ilyennel, ilyen kis mocsokkal. Hát azt nem tudom, mert én nem vezettem ilyet. Bevallom nektek, én személyautóval sem vagyok télen az a hűdön, hogy máját, tehát lassan jössz át egyébként. Ne ráncigáld a kormányt. Ja. Azért nem, mert én személyautóval, figyelj ide, én odahaza ugye városon belül mászkáltam, tehát az nevezhetjük minden, csak nem tapasztalatnak. Utána meg mióta én kamionozok, hát figyelj, semmi, nulla, nem vezetek télen, nem vezetek személyautó, maximálják az alérőbe, meg bemegyek a belvárosba, hát ilyenkor van a gázak része, ilyenkor. Hát figyelj, hogyha nem tudsz hirtelen sávot váltani, látod, akkor befékez. Nem kell, ne idegeskedj. És így nem tudok nektek, én személyautóval nagyon, ilyen úton biztos, hogy lenyomna a kamionos. Kamionnal viszont, mivel minden télen vezettem, ráadásul ugye Oszlótól kezdve mindenfelé, így tényleg évről évre tudtam ezt gyakorolni, hogy mi van akkor, ha... És kialakult ez, hogy semmi, fogod, aztán mész. Volt ez az extrém helyzet, amikor
nincs lejárva, ugye az látod, akkor rám van keményedve, az veszélyes. Azon már óvatosan, mert nem nagyon fog tudni rajta megállni. Követési távolságra. Figyelsz, illetőleg én úgy szoktam ilyenkor, hogy időben kezdek sávot váltani, meg ahogy jön egy xenon lámpás úriember. Ugye alap esetben úgy szoktam én is kamiont előzni, egyértelmű, vagy nem egyértelmű, bocsánat, hogy rámegyek és kielőzöm. Na most ez az eset nem igaz, ugyanis visszatérünk oda, hogy mi van, ha. Ja, ha megcsúszik, ezért lehetőleg megkezdjük időben. Hát ilyenkor a személyautós nem fogod feltartani, mert nincs mögöttünk senki. Dombra felfelé szokott előfordulni, hogy elrúgja magát, az a személyautós annyira gyönyörűen bement a két kamion közé, hogy ezt oktatni kellene az agyatlan hülye gyerek kategóriát. Ezt a rohadt! Vigyeld, mit csinál? Ez srácok? Hát, hogy ez a nem tudok rá mit mondani. Bemegy tömítésnek. Nem is tudja, hogy mit kockáztat. Felkérnek. Az a baj, nem látja belül kívülről magát. Tehát felfelé, amikor erőlködik a motor, akkor szokott előfordul, hogy elrúgja magát, kanyarokba vigyázol. Hát ilyenkor nem nyomom kanyarba feltétlenül a gázt, tudod, de ezáltal nem terhelem a húzót. Csak lényegében burítom az autót, ezért nem is nagyon előzzük most lefelé. Talán ez az egyik trükkje a kanyarban való közlekedésnek. Ilyenkor. Ugye most megint jön az, hogy egy lejtőre érkezünk. Tehát ilyenkor ez egy hosszú előzés. Türelmesen át kell gondolni, hogy mit csinálsz. Véleményem szerint. Felülem aztán nyomhatod is. Szépen engedem 85, tehát van bőven az autóban, csak nem akarom megburítani. Hát ilyenkor az a kivéthetetlen kategória, például hogy megcsúszna, vagy én megcsúsznék, hát ez kész, akkor összevegyünk egy. Jó, és akkor innentől kezdve egy kicsit tisztább, már a balkerék az eléggé hó havon megy. Jó. Ilyenkor célszerű egyébként kicsit engedni a másikat is. Tehát így összejátszani. Pont emiatt, hogyha megcsúszik, letolom. Hatom. Jó. És akkor lejössz elég. Ennyi kanyarokban egy picit én elveszem a gázról lábon, talán ez, amit próbálgáltam, hogy mit is csinálok. Mivel nagyon sokan ettől a résztől féltek a legjobban ettől a téli vezetéstől, úgyhogy próbálok nektek így, vagy akit ez a rész érdekel, jó, kicsit hosszabban elvinni magammal benneteket. Tehát friss hóról van szó, nincs vele különösebb probléma. Mégis van, aki nagyon látványosan belassul, nincs ezzel sem probléma, tehát ne bánsd őket, ne mondod, hogy na öreg, mi van, nem kész menni. Ez figyelj, kezdőként engem úgy előztek a kamionok, hogy jó, öröm volt nézni. Mégis odaértem mindenhova. Figyelj, belassult, belátod az előttem lévő, látványosan lassabban megy, mint én. 90-nel jövök. Egy a lényeg, mindig időben kezdjél el mindent csinálni. Illetve majd mindjárt lesznek itt ilyen lejtők, azokat is mondom. Jó, tehát időben kezdjük. Szép lassan. Szinte meg sem mozdítod, látod a kormány? Szinte egy picit beletetted, átjöttél felé. És jössz. Ne szidd, ne bánsd, hogy ő ennyivel megy, annyival megy. Ő úgy érzi, hogy ennyivel tud menni. Ennyi az a... Mindenki belefér, hát valóban lassú egyébként, ezt hozzáteszem, tényleg nagyon lassan megy, ettől azért lehet tempósabban is. Nem kell feltétlenül 90 padlógáz tempomatot, véleményem szerint ilyenkor felejtsd el, nincs tempomat, nem véleményem szerint, de felejtsd el, nincs tempomat, lábfék vagy lábban vezetünk, tehát minden. Úgyhogy majd Bundesen megpróbálom nektek bemutatni az automatát, felejtsd el, tehát ott pedig a manuálban, ugyanis a hegyre nem fogsz tudni felmenni, jó eséllyel. Jó, attól, hogy havasodik az út, semmi különösebb probléma nincs vele. Kanyar van, mindig kicsit elveszem a gázra a lábom, tehát nem erőltetem az autót, inkább beleborítom a kanyarba, és ahogy jövünk kifelé, a végén kezdem el kicsit nyomni neki. De ne gazoljál, ne izzadjon a kezed, legyél laza, legyél nyugodt, legyél faszad. Tudd, hogy mit csinálsz, és akkor fogod tudni, hogy mi történhet. Hát ha tudod, hogy ez az autó nem csúszik meg, mert nem csúszik meg, akkor nem fog megcsúszni. Ilyen egyszerű. Ne parázzam. Ennyi való. Na itt vagyunk Dornbirnben, és igen, csak esik a hó, illetve kapar. Na most figyelj, kapar végig. Ilyenkor ugye kicsit elveszed a gázt a lábadról, vagy a lábad a gázról,
de eléggé megint csak látod, ez történik, na csúszkak elég, pörög, ennyi. Nem történik, látod semmi. Most kezd el becsuklani, nem tudom, érzi a felvétel visszaadja, na jó, hallgassam most. Tehát ilyenkor így kezd becsuklani a szerelvény, ugye, hogy farol ki a traktor. Tehát hiába egyenesen megy, egy picit meg tud, de hát hogy egyenes úton, most ugyanez nagy sebességgel is annyira gyorsabban történik, tehát ilyenkor elveszed a gázról a lábad, és szépen visszaáll. Ennyi történik, nagyjából ezért mondom, nem ennyi tempomattal. Jó, tehát illetve fékezés, na most ugye ilyenkor látod, hogy le akar térni, benyomod neki a féket, figyelj, csúszik, mit fordassék, így csúszik. Hát az, milyen lassan megyünk, tehát időben, ezért mondom neked, hogy mennek így az autópályán, gondold végig, ez 90-ne. Na nézzünk nektek egy ilyen 40-ről való megállást, hogyan történik, hogy mi történik olyankor, egyáltalán feltrogodni gyorsul. Milyen vagyunk? Nézzük. Hát az elég sok volt szerintem, az 25 méter biztos, hogy volt az a csúszás. Így, ahogy a padló így nyomod 40-ről. 90-ről akkor minimum 50 méter. Hát én ezért mondom, én 100 métert javasoltam neked télen. Azt, hogy te megfogadod, vagy nem, az legyen a te problémád. Sokszor megkérdeztek, hogy mikor lesz új videó. Nézzétek el nekem, hogy kevesebb videó van. Igyekszem többet, rövidebbeket kiadni. Szeretnék még többet sportolni. Picit évvel érni, amikor még megy a lihegés. Szóval srácok, hogyha kevesebb a videó, az az oka, hogy Lacika kint van a természetben. Ugyanazt csinálja, amit ajánlok nektek is. Hiszen ez a kamionos videó igazából erről szól. Egy életmódról, egy boldogságról, kiegyensúlyozottságról. Hogy pozitívan lásd az életet, az pedig valahol itt kezdődik, hogy lehet futni a hóban. 270 méterre van a cégünk elvileg. Hát oldalról remélem, hogy annyi gyorsan kicuppantja, három fogás van. Ilyenkor ugye rátapadunk a helyzetre, hogy hol lehet. Na van VVA. Aha, ott az a piros, figyeled? Ott van kiírva a VVA. Aha, építkezés. Ó, hát mi másra jönnénk, hanem építkezésre. Na, fú, sajsz, hát de várja. Hátsó utca. Most megkerüljük akkor az egészet, hát jó kérdés. Látod, ez a szopás, amikor nem tudod kérdezni. El tudunk itt menni szerinted? Nincs se tudunk átmenni. Hát mögöttünk ilyenkor várnak. Most nézzük, hogy mit csinál. Itt a Mimox mögött elvileg el tudunk menni. Nem elvileg, gyakorlatilag is. Megnézzük, hogy hogyan fog sikerülni. Hát hátul láttam dolgozó embereket, hát ide figyelj, hát minek fordulok bele, egy nyomos. Lejtő volt. Ott, hogyha elrúgja magát, na aztán akkor kapargathatom kifelé. Télen engem amúgy sem érdekel már ilyen, tehát én megfogom, leteszem, kiteszem az elakadásra, ezért kerüljenek ki, van kormány a kocsijába. Szidja inkább az anyámat, mint utána én szitkozódjak itt mindenkire. Én így vagyok vele. Egyre többen kezdetek amúgy megszeretni ezt a gyűjtőzést. Figyelj, nem jobb itt kolbászolni, izgalom, minden, mint most az autópályán tumultusba menni. Hát figyelj, nem tök mindegy. Darut kellene megkeresni. Hol volt az? Ó, sajsz, az amoda van.
LKV, nézd csak is, itt is írja, aha. Szinte ez így volt, mert LKV állni Ferungi. Nagyon jó. Ó, van bent két kamion. Biztatónak innen távolból, a távolból. Aha, igen. Hát szerintem ide lehúzódok, balra. Nincs hely. Bizony nincs hely. Nő lenne a mostani járón, és akkor mondták, hogy szerencsém van, ugyanis darúval, azzal a darúval fognak ide benyúlni, és ezzel szépen kiemelik. Na, ezt mindjárt megmutatom nektek. Gyertek, kiránduljunk egyet Zürichbe! Megérkeztem Zürichhez. Arra van a belváros, arra már volt, hanem erre pedig írja a Messe parkot. Na! Igen, alapból itt kellene bemenni, én úgy vágom. Mondd ezt a Zivert Strasse-t, mondd, hogy ide jöjjünk be. Lehet, hogy checkpoint egyet tovább bírjuk. Wow, nem tudunk beforulni, visszatolatsz, fiam. Rótus. Nem veszi észre szerinted magát? Jó, ezek az üveg házak. De várjál. Valahol az itt lesz. B. Most ez mi? B. Hogy mondtam? Nem, Halle 5. Jó, Halle 5, de hol a Halle 5? Ki tudsz jönni? Oké. Hát ez hatalmas. Mindig a csáv mutatja a békejelet. Van itt valaki? Nincs itt senki. Sajnálom, B. Elvileg, ami megvan, én beadtam ezt ide. Nem mondta a házszámot. És csak... Ott vannak már, és jól van. Oda be! Na hát ez már, gyerekek, ez aztán a várat. Így kell várni a kamionost. Hova? Gyerekek, ha ezt most látnátok, várjál, mindjárt meglátjátok. Azt a betyár, megnézem még egyszer, kamera be van kapcsolva. Azt a betyár, na várjál. Hallod? Csigába megyünk. Várjál. Mondj ezt. Und jetzt Sperre. Pump voll. Vollgas. Ja, genau. Ja, genau, genau. Lass ihn, lass ihn am Gas. Jawohl. Nochmal hinauf, noch einmal in die Drehe. Hier? Ja. Links? Links, ja. Hier.
Ladenbrezei. Einfach gerade vorfahren. So, und das Ladenbrezei. Und stopp. Super! Okay, sehr gut. Danke schon. Du kannst ja hinten laden, musst Seite nicht aufmachen. Okay. Na srácok, végeztünk a rakodással, jó kis móka volt, na most mehetünk lefelé. Fú, nagyon kapar ezen az én a kocsi. Na mindjárt beszélek. Drifteljünk, tudom egyből azt, persze. Fú, de elkapart, hát ott azért begazoltam, hogy hogy fogunk. Hát figyelj, ott az volt a baj, tudod, hogyha félsz felfelé, ott ha elcseszed, jó, soha nem visszaakad. Ilyen helyeket van, csigában megyünk le. Mentem át egyszer, csak nem ilyen magasra. Szóval gondold, hogy elcseszed, hogy honnan tolt, hol, hogy tolsz vissza? Be van csukva a szerelvény, hát nem olyan egyszerű ám. Főleg úgy, hogy lefelé, ha? Azt mondta, leérek, zárul ezt a kapucsukot, dudáljak az a... Tudom, hogy erről szeretnétek egy ilyen külső kamerát, tehát ez nem úgy van, hogy itt kamerázgatunk jobbra-balra. Számolsz. Ott látok, mondta, hogy ez itt le fog érni lehet a évi bűne. Hát figyelj, a vége mennyivel jön? Hát fél méterre jön a faltól. Második emeleten voltunk, kérek szépen, a második emeleten rakottunk. Ne se sokan mondhatják-e magukról. Hát ez van. Jó. Szeretem az ilyen új helyeket. Volt, aki azt mondta, hogy pont most tették fel ma ezt a kérdést, hogy állítólag azt szokták mondani a sofőrök, hogy 10 év után már nincs benne semmi izgalom. Már semmi lényegében. Nekem speciál. Jó, most így alatt egyet is. Jó, alacsony. Lényegében ez a 14 év kellett hozzá, hogy feljussak a másodikra. Hajtónáló. Son jövök. Danke, ciao. Na, ez most még nem volt elég a munkából. Ugye nekem az volt mondva, hogy itt, hogy végeztem, akkor menjek vissza a telephelyre. Vámon is menjek vissza erre. Csávó kitalálta, aki itt ült mellettem. Hát azt mondom, maradjunk abból, hogy azért ennyire nem jól németem. Tehát a Vorarlbergihez az, figyelj, akcentusa van. Hát ott hallgattam, miről beszélnek. Tehát nem, hogy nem értettem, egy szót nem értettem belőle. Tehát figyelj, nem így beszélnek mondjuk a Transzkónánál. Tehát most muszáj megállni, mert még a ízés is beadva. Az, hogy merre kell menjek értetésre, mert itt jobbra lehet elkanyarodni csak, de hát valami csak kell, valami navigáció. Na most itt megmondta nekem például az, hogy menjek most, hallod, mikor elkezdtem magyarázni, hát meglátjuk, hogy ennyire bonyolult lesz, de azt a mindenit. Az Olma messzébe megyünk a Splügenstrasse-ra, hogy le kell rakni 7 darab ilyen, hát ilyen táskák vannak rajtam, tehát tudod, ilyen messzeparkos, ilyen, hát minek nevezzem. A diszkósoknak van ilyen bőrön, csak mondjuk tele van a kamion vele. Fogalmam sincs, mi az érték, vagy... Úgyhogy most fel kell hívni ráadásul a Górét, hogy ő most ezt mondta, aztán ugye a vámpapírok, az volt, hogy itt kapok. Nem kaptam. Elmondta, hogy nem kapok, majd holnap ott vagyok Hohenemsbe, akkor hívjam fel, és ő kijön. Ha megállít a kontrollra a rendőr, akkor meg mondd ezt, hogy izé, hogy kitől vagy, meg honnan vagy, meg ilyen, nagyon jó. Lényeg, itt a telefonszámod, aztán majd akkor rendezitek, ahogy akarjátok, mit bármi. Mit kell nekem? És akkor most kérdezted, hogy hol alszok? Na, mondom, látod? Ezt jó kérdés volt.
Reggel 8 óra van, mindjárt megérkezünk Szentgálnembe, és úgy gondolom, ezt a tájat nektek is látnotok kell. Nagyon-nagyon szép egyébként, hogy eljövünk erre is kirándulni. Ugye már voltunk Appenzellerland című filmemben, amit itt is írja, tehát amit ajánlok tényleg mindenkinek, akik szeretik kicsit is a kimozdulás természetet. Hát más nem, ha nem jutsz el ide, akkor nyálcsorgatásként ajánlom. Szentgállán itt kezdődik, és ebben az ipari parkban tudtam volna megállni. Nem mertem most bekockáztatni, mert hát tudod, nem úgy van, mint nyáron, hogy leállsz esetleg egy öbölbe. Ha nincs eltakarítva, akkor nem fog ráállni a óra. Reggel elrúgja magát, el sem tudok indulni. 9 kilométerre van még a lerakodó helyünk, és remélhetőleg nem is lesz vele semmi probléma a csávó. Bár vannak tudod olyan emberek, akik annyira túlbonyolítják, és magyarázta jobbról, balról, de jaj, ne, jaj, mégse ott menjél, a mondan mennél, és akkor beparáztat, tudod, hogy én mondtam neki, figyelj ember, hát túléltünk már nagyon sok mindent, oda megyek, van szám, majd megkérdezem, van két telefonszámom, hassam egy fejlőm a céget. Tehát ezzel most én nem fogok izélni, mi van ott, vagy hogy van ott, majd meglátjuk. Ott van fent a kék tábla alatt. Ánléferünk, hol van messzen. Itt ha elkaparna, mi lenne? Bőnyállal. Hát a svájci azért erre vagy. Kis csőd a fogyott a lámpához. Kerüljük, azért ott fogom kijönni, ha kijött ez a személyautó. Azt a betyárja! Befordulunk. Már! Kamik, nem tiltja. Ez, ó, de szeretlek! Ó, úgy imádlak, de tényleg, amikor jobbra is, balra is. De csak ezt nem mondták el, hogy melyik merre. Eddig oké volt. Hát jó, és akkor most megálltunk. Végeztem a le- és felrakodással itt Szentgállenbe. Igen, le kellett adni 7 terméket, és hozzátenni 2-t. Úgyhogy Andy viszont, vagy Andy, vagy nem tudom, hogy kell mondani akkor, ő egy csávó volt, hát nem nő. Ezt én tudtam rosszul. De hát, ez van. Nekem az Andy, az Andy. Másnak pedig Andy. Azt mondta, hogy itt menjek ki, és akkor itt jobb, hogyha erre megyek, mert itt balra-balra, és ott is vagyunk. Úgyhogy akkor megyünk most le Hohenemsbe, ott megint telefonálunk akkor a tegnapi mókusnak,
Tor öffnet automatisch gegen innen. Achtung, Abstand halten. Nem menj rá ugye közel. Tartsd meg a távolságot. Hé, hé, itt a polícia. Svájci polícia. Ritkán látni őket. Ilyen családtán is majd egyszerűen hallod. Hát jó. Hát jó. Hát ott nem tudok befordulni. Azért. Dankeschön. Hát ha én megmondom nektek őszintén, bárhol máshol megtettem volna simán magamtól. Itt? Na itt én nem merek. Három rendőr szemmel láttára befordulsz, szembe zsákba hallod. Nekem utánom ne fütyüljön, mert nem állsz meg, akkor ne aggódj, a fél Svájcot rádúzítják. Hát nem fér ki, hát hogy fér volna ki? Hát nem tudom. Oh, mamma mia! Az lett volna szép megbüntet meg itt a gyerek. Nem tudsz kifordulni? Állj félre! Állj félre! Vlogot készítek, jobban mondva a drónomat szeretném, vagy a drónomról szeretnék beszélni. Na nézzük akkor az első madarunkat, igen.